Köszöntjük a nézőket, ez itt ismét a Telex élő választási műsora. Itt van velünk a stúdióban ismételten Török Gábor politikai elemző. Köszönöm, hogy velünk tart. 63%-os feldolgozottságnál kijelentető, hogy a Fidesz nyerte a választásokat, és Orbán Viktor 5. kormányát is megalakíthatja. Ezt meg tudjuk mutatni térképen, hogy hogy néz ki mindez az országos lefeledettségben. Igen. Hát adja magát az első kérdés Török Gáborhoz, hogy mi lehet az oka ennek az eredménynek? Pontos okokat nyilván nehéz most itt rögtön föltárni, de ugye az előző bejelentkezésnél én utaltam arra, hogy a választás részvétel lehetőséget fog majd arra adni nekünk, hogy megnézzük, hogy mi történt a 4 évvel ezelőtti helyzethez képest. És most már azért elég világosan lehet látni, különösen az egyéni választókörzetekben, hogy az az ellenzéki szavazat mennyiség, ami 4 évvel ezelőtt meghaladta a Fidesznek a szavazó táborát, az nem állt össze egybe, és nem is olyan nagyon nehéz arra következtetni, amit szintén az előző bejelentkezésnél már felvetettem, hogy nagy valószínűséggel a Jobbik közel 1 millió szavazója nem sorakozott fel abban a mértékben a közös ellenzéki lista mögött, amire szükség lett volna ahhoz, hogy az ellenzéknek esélye legyen ezen a választáson. Nekem most így az első adatok alapján úgy látszik, hogy a centrális erőtérnek egy második kiadása születik meg éppen most, hiszen a Mi Hazánk parlamentbe jutása, ami most azért elég valószínűnek látszik, ugye most 6,5%-on áll a Mi Hazánk, az azt mutatja, hogy a Fidesz ismét eléri azt, amit 2010-ben egyszer már elért, hogy a politikai centrum közepén jó nagy teret elfoglalva található a kormánypárt, és tőle balra és tőle jobbra is ismételten lehetnek majd politikai szereplők. Nyilván a Mi Hazánk 6,45%-os eredményében, vagy ez valamelyest csökken 6%-os eredményében, jelentős mértékben ott vannak az egykori Jobbik szavazók, majd meglátjuk, hogy ez pontosan hány százezer szavazatot fog jelenteni, de nyilvánvaló, hogy a Mi Hazánk a Jobbik korábbi szavazótáborából vitt el szavazatokat, és az is jól látszik, hogy a Jobbik korábbi szavazóinak egy része, aki nem a Mi Hazánkkal tartott, az meg nagy valószínűséggel a Fidesz irányába tájékozódott ebben az időszakban. Tehát azt gondolom, hogy a Jobbik sikertelen integrációja vezetett el oda, hogy egy ilyen jelentős különbség kialakult. Ezt egyébként igazán az egyéni választókerületekben lehet látni, ahol vidéken a Mi Hazánk jelöltjei nagyon komoly szavazatmennyiséget kaptak. Ez nagyon hiányzik mindenhol az ellenzéki együttműködésből, ez a 5-6-7-8%-nyi szavazat. És mit gondol arról, hogy mennyit számíthatott az ellenzéki miniszterelnök jelölt személye? Ugye eredetileg Karácsony Gergelyt tervezték fő alaknak az ellenzéki tömörülésben, de aztán Márki-Zay Péter lett végül. Ott érzékelhető is volt egy pici sok vagy megtorpanás az ellenzéki erőknél, majd egyesült erővel próbáltak Márki-Zay Péterrel ezek szerint sikertelenül szembeszállni a Fidesszel. Mennyire múlott ezen? Itt megint az a probléma, hogy tényleg közszurkálást végzünk. Sokkal könnyebb helyzetben lennénk, hogyha az ellenzék szavazat aránya a közvéleménykutatásokban mutatta volna ezt a visszaesést. Akkor tudnánk miről beszélni. A probléma az, hogy még az ellenzék számára a legrosszabb kutatási eredmények is 40% fölé mérték az ellenzéket. Most ugyan még egy nem teljes feldolgozottságnál is nyilván fog növekedni az ellenzék szavazat aránya, de hát még nagyon messze van a 40%-tól is jelenleg, lehet, hogy el fogja végül érni, de az az igazság, hogy ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a kampány hatására következett be, mert nem látjuk azokat a pontokat, ahol bekövetkezett. Valóban két tézis van. Az egyik az, hogy itt egyszerűen ez egy fundamentális kérdés, és nem a kampány vezetett el ide, hanem eleve ez volt a helyzet. Eleve nem álltak ezek a szavazók az ellenzék mögött, akikről azt gondolták a kutatások, vagy azt mutatták a kutatások, hogy az ellenzék mögött vannak, nem voltak az ellenzék mögött. Eleve, nem Márki-Zay Péter személye miatt, hanem egyszerűen a Jobbik volt szavazóinak sikertelen integrációja okán nem voltak ott. A másik lehetőség nyilván az, amit ön mond, csak hogy itt a probléma az, hogy ezt nem tudjuk igazolni, nem nincsenek meg azok a kutatási eredmények, amelyek mutatnák, hogy hol esett vissza az ellenzék szavazó tábora, hogy valahonnan, valameddig, hogyan jutott el. Még a kormányhoz közel álló kutatóintézetek sem mutattak ilyen rossz eredményeket az ellenzéki oldal számára. Tehát itt
Itt azt hiszem, hogy ez a közönkutatások számára mindenképpen egy, vagy a közönkutató intézetekkel kapcsolatban mindenképpen komoly kérdéseket vett fel, hogy ezt miért nem láttuk előre jönni, hiszen még, mondom még egyszer, a legrosszabb eredmények is ennél jobb eredményeket mutattak. Az ellenzék szempontjából mit jelent ön szerint ez a kétharmad közeli, vagy talán kétharmados eredmény? Milyen lehetőségei maradnak ezek után az ellenzéki politizálásnak? Akár ezeknek a parlamenti pártoknak, ugye nyilván, hogyha most visszamegyünk az időben, akkor 14-ben még jóval több volt mondjuk a baloldali ellenzék, plusz a Jobbik a Fidesszel szemben, 18-ban nagyjából egál, de akkor azt mondták, hogy az a probléma, hogy nem fogtak össze, most összefogtak, és ismét egy olyan eredmény született, ami kétharmad körüli Fidesz győzelmet jelent, tehát hogy mi az, ami ezek után mondjuk egy ellenzéki pár számára maradhat, mint mondás. Én egyébként a kétharmadot nem gondolom reálisnak vagy valósnak, elsősorban azért, mert bár az ellenzék azokban a választókörzetekben is veszíteni látszik, amelyeket nem billegőnek gondoltak a kutatók, hanem egyértelműen az ellenzéki táborhoz soroltak. Az ellenzék esetében ugye nagyjából volt 30 olyan választókörzet, amelynek a megnyerését szinte biztosra vette mindenki, aki ezzel foglalkozik a korábbi eredmények alapján. Most ezekben is vesztésre áll az ellenzék, tehát kétségtelenül nagyon visszaszorult, de ugye a közös indulás miatt a győztes töredék szavazatoknak a száma nem lesz akkora mértékű a Fidesz számára, mint volt hasonló eredmény mellett, már hogy hasonló egyéni választókerületi elsöprő győzelem esetén 4 évvel ezelőtt, hiszen ott megosztott ellenzéki indulók miatt nagy volt a különbség az első meg a második jelölt között. Most még ahol nagy a különbség, ott sem olyan nagy nyilvánvalóan, hiszen összeadódnak az ellenzéki szavazatok, vagy összeadódtak az ellenzéki szavazatok. Ugye ez a győztes töredék szavazat, ez 6-8 mandátumot is jelentett korábban a Fidesznek, tehát ez most azért nem lesz ekkora mértékű. Szerintem emiatt a kétharmad nem valószínű jelen pillanatban, de nyilván ez alakulhat még másképp. Hogy mi lesz az ellenzéki politizálás jövője? Ugye bebizonyosodott most ezen a választáson, vagy az látszik bebizonyosodni, hogy még a választási rendszer által felkínált, hogy a választási rendszer által adott rejtvény megoldása sem megoldás az ellenzék számára. Ugye a választási rendszer rejtvénye úgy szólt, hogyha külön indulsz, biztosan buksz, méghozzá óriásit is fogsz bukni, akkor is egyébként, ha együtt többen lennétek, mint a kormányoldal. Ha viszont egyben indulsz, mint most látszik, nem fogod tudni összeadni a szavazataidat, éppen azért, mert annyira ellentétes irányokból érkezel. Tehát a centrális erőtér ugyan megszűnt, legalábbis időlegesen, de úgy szűnt meg, hogy a szavazókat nem lehetett, láthatóan nem lehetett összeterelni, nem lehetett egy táborba vinni, és egy sajátos új második kiadással jött létre a centrális erőtérnek. Én azt gondolom, hogy innentől az ellenzék egy dologban bízhat, a csodában, abban az értelemben a csodában, hogy várhat arra, hogy esetleg a következő néhány év az olyan nehéz lesz a Fidesz kormány számára, ami óhatatlan politikai károkat, politikai kockázatokat, politikai veszteségeket fog okozni, és ez valamennyire úgy, ahogy történt ez 2006 után, az ellenzék malmára hajthatja a vizet. Én ezt nagyon gyenge reménynek gondolom, de most jelen pillanatban, miután mind a két lehetőséget kipróbálta az ellenzék, hogy hogyan lehet a Fidesz kormányt leváltani, és az egyik nagyobb kudarcot hozott, mint a másik. Innen azt gondolom, hogy ez egyetlen reménye az ellenzéki oldalnak, vagy az ellenzéki tábornak, legalábbis a jelen formájában. Ez pedig úgy szól még egyszer, hogy a Fidesz olyan népszerűségvesztésen megy keresztül, szükséges, vagy a válság okozta, vagy a válság által megkövetelt negatív intézkedések okán, ami valahogy visszahozhatja őket a játékba. Láthatóan, amíg a Fidesz 50% körüli szavazat arányjal rendelkezik, és most már ugye ez a második egymást követő választás, hogy erről van szó, talán 2014 volt az egyetlen, ahol megverhető lett volna még a Fidesz az akkori 45% alatti országos támogatottsága mellett, itt nincs miről beszélni. Tehát, hogyha egy politikai oldalnak közel 50%-os országos támogatottsága van, akkor őszintén szóval még a választási rendszer sem igazán lényeges, hiszen a világ szinte minden választási rendszerében, ha 50%-od van, akkor legalább abszolút többséget biztos nyersz, a magyarban pedig nyilván a kétharmad közelébe is el tudsz jutni. Most 67%-os a feldolgozottság, és azért az is kiolvasható ezekből az adatokból, hogy mintha két Magyarország létezne. Vidéken gyakorlatilag mindenhol vezet a Fidesz, az ellenzék talán Szegeden és Dunaújvárosban, esetleg Pécsen juthat
az eddigi adatok alapján választókerületi mandátumhoz, Pesten, Budapesten pedig éppen ezzel ellentétes a trend, ott az ellenzék tarol. Tulajdonképpen akkor ez az oka ennek az eredménynek, hogy ennyire távoli egymástól létező tömbökben él ez az ország, és ez, ha jól látszik, akkor se az elmúlt 4 évben, se a következő 4 évben nem közeledhet egymáshoz ez a 2 távoli tömb, társadalmi tömb. Hát önmagában nem, szerintem, hiszen ez így volt korábban is, és a kormányoldal és az ellenzék szavazótábora összemérhetőnek tűnt 2014-ben is és 2018-ban is. Sőt, hát 2014-ben az ellenzék összességében több százezerrel több szavazatot kapott. Egyszerűen azt gondolom, hogy a maga konstrukció volt sikertelen. Tehát az bizonyosodik most be ezen a választáson, hogy az, amit sokan gondoltak, hogy minden szavazatot majd össze lehet adni 2018-ból, az nem működött. Tehát ebben ez a 4 év technikailag elhozta az ellenzéki egységet, de sem politikailag, sem a szavazótáborok tekintetében ezt nem valósította meg úgy, amilyen, abban a formában, amire szükség lett volna ahhoz, hogy esélye legyen az ellenzéknek választást nyerni. De bocsánat, de közben itt azért volt egy önkormányzati választás 2019-ben, tehát úgy beszélünk erről az egész kérdéskörről, hogy azért volt egy az ellenzék szempontjából egy sikeres, hogy mondjam, főpróbája tulajdonképpen 22-nek, most ahhoz képest visszaesés látszik a számokban, vagy valójában az csalóka volt, hiszen a nagyvárosok ugye külön voltak választva a kis településektől. Hát most is azt látjuk, hogy ott, ahol a Jobbik korábbi támogatottsága alacsony volt, ott nem számított, hogy mi történt a Jobbikos szavazókkal. Budapesten ez nem számít. Látszik az adatokban, a Mi Hazánk Budapesten sem tudott olyan jól szerepelni, mint vidéken, ez nyilvánvaló volt. Tehát a 2019-es adatok azok a Budapest tekintetében lehet, hogy olyan nagyon nem is térnek el attól, amit most látunk Budapest kapcsán az adatokban. Az ország többi részéről beszélünk, ott, ahol a Jobbik erős volt korábban, ahol a Jobbikra szükség lett volna az együttműködéshez. Hadd említsem ezt a Borsod 6-os választókörzetet, mert Konzsófia és Jézsó Gábor. Így van. Ahol ugye időközi választáson egy Jobbikos jelölt indult, nagyon vitatott Jobbikos jelölt indult, és szűk különbséggel veszített. Most mit látunk itt ugyanebben a választókörzetben? Azt látjuk, hogy majd közel 10 000 szavazattal vezet a fideszes jelölt. Tehát én azt gondolom, hogy a választási vereség a Jobbik probléma. A Jobbik probléma vezet leginkább el annak megértéséhez, hogy miért veszít ilyen mértékben Budapesten kívül az országban szinte mindenhol az ellenzék. Szétesett egyébként ön szerint ez az ellenzéki egység? Most ugye pont amiatt is kérdezem, egy kicsit oda visszakanyarodva, hogy milyen dinamikákra számít. Újhelyi István azt nyilatkozta az RTL Klubnak egy órával ezelőtt, vagy másfél órával ezelőtt, hogy összeszokott és nem tudom, stabil ellenzéke lesznek majd a következő kormánynak, tehát nyilván ő nem ezt vetítette előre, de például az, amiről ön beszél, hogy a Jobbik tulajdonképpen nem beintegrálható ebbe a baloldali liberális koalícióba vagy szövetségbe, hogy ebből lehet-e ilyen következménye szerint? A Jobbik, mint párt nyilván beintegrálható volt ebbe a szövetségbe, ez jól látszik. Hát furcsa is volt, hogy a DK és a Jobbik között milyen harmonikus kapcsolat alakult ki az ellenzéki együttműködésben. Tehát nem a Jobbik, ebben az értelemben nem a Jobbik problémáról beszélünk, hanem a Jobbik volt szavazóinak problémájáról, arról, hogy a 2018-as úgynevezett nem Fidesz szavazók nem tudtak egy politikai tömb mögé odaállni, és egyszerűen eltűntek, dezertáltak, a Mi Hazánkhoz mentek, és szerintem részben a Fideszhez is vándoroltak ezek a szavazók. Hogy mi történik az ellenzékkel? Bocsánat, megszakítjuk Viktor, közben. Igen. Orbán Viktor megy fel a színpadra, úgyhogy kapcsolunk a helyszínre. Jó estét kívánok!
egész jól nézünk ki. Egyre jobban nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Akkora... Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. De Brüsszelből egészen biztosan. Jó mulatság. Férfi munka volt. Jó volt veletek harcolni. Mindenkinek köszönöm, amit beletett ebbe a ma esti győzelembe. Mindenkinek köszönöm a jó kívánságokat, az üdvözleteket, a bátorításokat, a hátbaveregetéseket, a munkaórákat, és akik imádkoztak értünk, azoknak pedig külön is köszönöm, hogy gondoltak rám. Külön köszöntöm a ránk határon túlról figyelő magyarokat. Köszönjük, hogy segítettek, mert így kaptunk egy esélyt, hogy mi is segíthessünk nekik. Külön köszöntöm azokat, akik ma Kárpátalján magyarok. Azt üzenjük, hogy ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van. Először is köszönetet kell mondanom a magyar választópolgároknak, és csak annyit tudok mondani most nekük, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszolgáljuk a bizalmat, amit ma este tőlük kaptunk. Tudjuk, hogy a szerénység a legfontosabb. Minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és valljuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lenni. Köszönetet szeretnék mondani az önkénteseinknek, több mint százezer önkéntes dolgozott az elmúlt napokban azért, hogy ma este közösen ünnepelhessünk. Köszönjük nekik! Nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat, és ezért hajlandóak voltak vállalni a kockázatot és a nehéz munkát. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Ez most nem az okoskodás ideje, ez a boldogság estéje. Engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek. De annyit talán... De annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már mindenhogyan nyertünk. Nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban, amikor részleges összefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. Azt meg majd tanulmányozni kell, és ha nem sikerül választ találni, akkor meg kell kérdezni a jó Istentől, hogy az hogy van, hogy pont akkor nyertünk a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenünk. Amit tudhatunk, az az, hogy ez a győzelem azt jelenti, Hungária! 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 Hungária!
annyit talán tudhatunk, hogy ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. A mi győzelmünk, a ma esti győzelem, Magyarország ma esti győzelme, a szív győzelme. Kedves barátaim! Azért nyertünk, mert van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak Magyarország. Még azt is el kell talán mondanunk, hogy óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velünk szemben. Nekik is kell azért, hogy üzenjünk valamit, nekik is legyenek két jó szavunk. Azt tudjuk mondani, hogy kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. És talán még annyit megengedtek nekem, ha azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy a magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. 12 éve csak viszi a pénzt. Kedves barátaim, ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. De hiába a rengeteg pénz és hiába a túlerő, ha összefogunk, nem lehet bennünket megállítani. Emlékezzetek, a békemenet járvány utáni első nagy találkozóján október 23-án mondtuk el együtt, hogy nincs annyi pénz, amely megállíthatna bennünket, és ha mi összefogunk, akkor a legvastagabb falon is át fogunk menni. És mielőtt megvedne bennünket az Isten hidege, még annyit szeretnék mondani önöknek, hogy... Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát, és bár még nem ismerjük az eredményeket, de remélem, hogy megvédtük a gyerekeinket és a családjainkat is. Kedves barátaim, tisztelt magyarok, ne felejtsétek el, hogy a világban persze nem csak ellenfeleink, hanem barátaink is vannak, és ők is mindent megtettek a mi győzelmünkért. Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra, és az osztrákokra is, akik velünk voltak és segítettek bennünket az elmúlt hónapokban. Ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez nem csak a mi győzelmünk, ez az ő győzelmük is, mert az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk. Az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat, és mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső, karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ismét itt vagyunk a stúdióban, az elmúlt percekben Orbán Viktor győzelmi beszédét, majd a fideszes vezérkar éneklését hallhatták. Fordulok Török Gábor az ismét, hogy mit szól a beszédhez. Tudom, hogy beszédekről nem szeret túl sokat beszélni, de azért mégiscsak egy komoly győzelem után szólalt meg a miniszterelnök. Igen, összehasonlítva szerintem a 4, 8 és 12 évvel ezelőtti Orbán beszéddel, ez egy, tudom, hogy furcsa ilyet mondani egy győzelmi beszédnél, de egy visszafogottabb beszéd volt. Nyilván megvoltak benne azok a retorikai lépések, amiket ilyenkor fontos elmondani, de én összességében úgy éreztem, hogy nagyon mértéktartó volt ahhoz képest, hogy mekkora győzelmet látszik aratni a Fidesz 12 év kormányzást követően. Ha nagyon okokat kellene keresnem, akkor én elsősorban abban keresném, hogy maga a miniszterelnök is bizonyára tisztában van azzal, sőt sokkal inkább, mint én, hogy milyen nehézségek várnak most rá a következő kormányzati periódusban. Én szerintem a visszafogottság ezt indokolta, ez lehetett talán a magyarázata. Egy boldog és megkönnyebbült miniszterelnököt láttunk, aki egyben kijelölte az új ellenségeket, vagyis a megszokott ellenségeket. Megszokhattuk már a miniszterelnöktől, hogy a nagyobb beszédeiben szót ejt az ellenfelekről, ellenségekről. Most Brüsszelt hozta, újra Sorost, az ukrán elnök került be új elemként a nemzetközi média mellett, ezt a 4 elemet sorolta most föl. Ön szerint változni fog bármilyen tekintetben ez a típusú fideszes narratíva, hogy mindig valamilyen fajta ellenféllel, ellenséghez viszonyítva határozza meg mondjuk akár ezt a jelenlegi győzelemnek az értékelését is? Kizártnak tartom, hogy bármilyen gondolat felmerüljön, hogy ezeken változtatni kellene. Szóval azért lássunk tisztán, ez volt az első olyan választás 2010 óta, amikor reálisan merülhetett fel a Fideszben is annak veszélye, hogy esetleg az ellenzék megszoríthatja a kormányoldalt. Ehhez képest egy ilyen nagyon jelentős győzelem nyilván mindent legitimál, mindent igazol, minden korábbi politikai teljesítményt hát megmagyaráz és be is betonoz. Mindent, kit és mindent, amit eddig láttunk szerintem. Tehát ha valaha nem volt esélye annak, hogy bármilyen módon is változzanak ezek az alapvető hatalomgyárra jellemző működésmódok, az most van. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb megerősítést nem kaphatott volna sem maga Rogán Antal, sem az a kommunikációs irányvonal, amit a Fidesz vitt az elmúlt időszakban. Tehát ez egy akkora pecsét arra nézve, hogy ez a sikeres politikának az alapja, hogy ez tényleg még a Holdról is látszik. Most 74%-os feldolgozottságnál 135 mandátumot látszik a Fidesznek. A beszélgetésében korábban azt mondta, hogy nem lesz kétharmad. Tartja még ezt a feltételezését? Igen, én azt gondolom, hogy talán a végére ez 133 alá jön, de az eredeti medián prognózishoz nagyon közel lesz. Tehát 130 körül nyilván ez lehet, hogy a végén átlépi a kétharmadot. Azért ennek van jelentősége, tehát sokan elmondták, hogy nincs, de azért van jelentősége. Bár hozzáteszem, hogyha a Mi Hazánk bekerül a parlamentbe, és nagyjából 6-7 mandátumot megkap, akkor a Mi Hazánkkal együtt is meg lenne a kétharmad, ami azért sok minden miatt fontos lesz a közeljövőben. Gondolok például arra, hogy alkotmánybírói mandátumok fognak megszűnni, más köztisztviselők esetében is
is választásra kerül sor majd a következő ciklusban, tehát annak azért van jelentősége, hogy a kétharmad megmarad vagy sem. A Mi Hazánkkal együtt nagy valószínűséggel meg fog maradni. Ezt el tudna egyébként mondani kicsit a technikai részét, hogy most ugye azt látjuk, hogy 74%-os a feldolgozottság, tehát hogy hol lesz olyan pont, ahol mondjuk ez akár változhat, szerintem ez most egy elég sok embert érdekel, hogy mert többször említette, hogy még itt jelentősen le fog menni a mandátum szám a Fidesz oldalán, de hát egyelőre ugye azt látjuk, hogy a választási irodának a honlapján, hogy stabilan, hát tulajdonképpen inkább csak nő az a szám. Hát egyrészt vannak ugye szoros egyéni választókörzetek, amelyek esetében majd még érkeznek külföldön leadott szavazatok is. Ezek a korábbi választásokon egyértelműen inkább az ellenzéket gazdagították, tehát könnyen lehet, hogy néhány egyéni választókörzet átfordulhat. Itt nyilván ugye jelen állás szerint van két olyan budapesti egyéni választókörzet, ahol a Fidesz vezet, lehet, hogy ezek megfordulnak, bár azt is látnunk kell, hogy vannak olyan vidéki választókörzetek, ahol viszont nagyon szorosan vezet csak az ellenzék jelenleg, ugye van olyan, ahol egy darab szavazattal a legutóbbi frissítésnél, tehát még visszafordulásra is lehet példa, vagy lehet róla szó, és azért azt se felejtsük el, hogy az ellenzék valamelyest arra szolgat fölfelé, hogy most már a végén a nagyvárosi szavazatok megszámolására kerül sor, tehát el tudom képzelni, hogy ugye a Fidesz majdnem 60% fölötti eredménnyel indított, most tart 54,2-nél, hogy ez az 50-hez még közelebb fog kerülni. Inkább az a szokatlan vagy furcsa szerintem, hogy az ellenzék mennyire messze van a 40%-tól. Tehát a Fidesz eredménye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy majdhogy nem közel van ahhoz, amit a közvéleménykutatások jósoltak, az ellenzék eredménye az, ami nagyon messze van ettől, amit nyilván magyaráz a Mi Hazánknak az eredménye, de a Kutyapárt is elég jól áll, most egy 3% fölötti eredménye, sőt, hát a Megoldás Mozgalom is átlépte az 1%-ot, tehát ezek voltak azok, amelyek szerintem az ellenzék esetén nagyon sokat vittek el összességében. Kétharmad nélkül, amennyiben így lesz, mennyiben lesz másik ez az ország, amilyenk, vagy sem? Hát valamelyes nyilván, tehát az, hogy a bármikori változtatás lehetősége az kikerülne a Fidesz kezéből. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e erre még szükség, de azért egy gazdasági válsághelyzet esetén, ami könnyen lehet, hogy most a következő időszakot jellemzi, lehet, hogy erre szüksége lenne a Fidesznek. Nem létszükséglet. Tehát nincs olyan előttünk álló intézményi változtatási szükséghelyzet, ami indokolná a kétharmadot, de azért, ha van kétharmad, akkor az alkotmány valójában maga az alkotmányozó, ennyiben van jelentősége. De ez a lényegi kérdéstől olyan messze van. Tehát a lényegi kérdés az, hogy a Fidesz egy olyan felhatalmazást kap, amire maga sem számított. Ez nagyon nagy megerősítés minden tekintetben. Hát szerintem abból a szempontból érdemes azért talán feszegetni ezt a kétharmad és kormányzás kérdéskört, hogy ugye legutoljára 2015 és 2018 között láttuk, hogy nem volt kétharmad Orbán Viktornak, és akkor ugye azért úgy tűnt, hogy ugye ott volt egy olyan helyzet, hogy a migráció kérdésében alkotmányt akart módosítani, a Jobbik akkori elnöke Vona Gábor pedig hát tulajdonképpen beintett neki, és azt mondta, hogy csak akkor szavazza meg azt a módosítást, hogyha letelepedési kötvényeket pedig kivezeti, és akkor erre tulajdonképpen válaszul egy példátlan lejárató kampányt kapott a nyakába a Vona Gábor, tehát hogy mennyire van meg még ön szerint mondjuk Orbán Viktorban a kompromisszumnak az a fajta készsége, hogy egyeztet, meggyőz, megbeszéli, mondjuk akár most Mi Hazánk lehet mondjuk az a szereplő, aki egy ilyen partneri viszony alakíthat ki. Hát azért egy 130 fős parlamenti mandátum többséggel rendelkező kormány, meg egy 6-7 mandátumos ellenzék között nem partneri viszonyról beszélünk, ellenzéki párt között nyilván, hanem ez egy alkufolyamat, ahol lehet valamit adni azért, hogyha cserébe ezek a szavazatok megérkeznek, ha erre szükség van, de összességében még egyszer mondom, szerintem ez egy nagyon partikuláris kérdés ahhoz képest, amit a választás eredménye mutat, és ma még tényleg azt sem tudjuk, ugye az előző blogban beszélgettünk erről, hogy az ellenzék mi hogyan fog reagálni erre a helyzetre, és hogyan fog politizálni a parlamentben, milyen válságba taszítja ez a jelenlegi ellenzéki pártokat. Egyáltalán az ellenzéken belül bármilyen átrendeződésnek lehet esélye. Nyilván egy ilyen választási vereség után szükségszerűen nagyon komoly válságjelenségeket kell produkálni az ellenzéknek, szerintem ezt már ma este látni fogjuk, de ha nem, akkor holnap reggel biztosan. Most a Mi Hazánkról beszélgettünk, és Tencer Gábor a kollégánk éppen a Mi Hazánk eredményváróján van, úgyhogy megkérném a kollégákat, hogy kapcsolják be Gábort, és
megtudakoljuk, hogy milyen ott a hangulat így, hogy a jelenlegi 77%-os feldolgozottságnál 7 mandátum néz ki a Mi Hazánknak. Szia Gábor! Szervusz, szervusztok! A hangulat az egész jó, itt van mögöttem a folyosó, ahol mindjárt megérkezik a párt vezetése. Hátam mögött látszik az operatőrök, fotósok várakozó csoportja. Eddig bent ültek, gondolom magukban értékelték az eredményeket, tehát arról még egyáltalán nem tudni, hogy a pártvezetés hogy viszonyul, nyilván nem lesz szomorú. Az biztos, hogy itt az emberek, akik ugye itt az eredményvárónál vártak és nézve a tévét, értesültek az eredményekről, ők biztos, hogy szintén nem szomorúak, ez látszik. Az elején, amikor még az első eredmények beérkeztek, kicsit furálódtam, hogy minden második eredmény bejelentésnél boldogságban tör ki itt a várakozó szimpatizások hada, és ennek ki is jöttem megnézni, hogy mi az oka, és tulajdonképpen az volt az oka, nem az volt az oka, hogy vezetett a Mi Hazánk város, hanem az, hogy elég sok helyen ugye a harmadik helyre futott be a párt jelöltje méghozzá, nem is kicsi, ilyen 6-8%-os eredményekkel, tehát már az megalapozta a hangulatot, és most sem egészen rossz. Amit így elkaptam beszélgetések közben, körülbelül ilyen volt az alaphangulat, hogy 4 éve még nem voltunk sehol, most ezért ez is már elég szép eredmény, tehát ez a 6% körüli eredmény, ez biztos egy olyan eredmény, amit nem fogunk szégyelni a pártól. Nagyon köszönjük, Gábor, a bejelentkezést, vissza fogunk még térni hozzád egy kicsit később. Köszönjük. Okay, köszönöm. És Török Gábortól kérdezném, még mindig egy kicsit a Mi Hazánknál maradva, hogy mennyire várható vajon az, hogy mondjuk nem a Fidesz kedve szerint, vagy a Fidesz-szel párhuzamban szavaznak egy majdani a következő országgyűlésben, mennyire gondolja ezt reálisnak, hogy egyszer csak ellene megy a Mi Hazánk a Fidesz akaratnak? Én nem azt állítom, hogy a Mi Hazánk az a Fidesz irányítása alatt áll, vagy a Fidesz-szel akarna együttműködni. Nyilván öngyilkos lenne a Mi Hazánk, hogy egy ekkora politikai siker után, ha megpróbálna beolvadni a Fidesz világba, és a különbségeket megpróbálná felszámolni. Nem, a Mi Hazánk szerepe ebben a rendszerben szerintem olyasmi lehet, ami 2010 után a Jobbik szerepe volt. Nyilván nem ugyanaz a támogatottság, nem ugyanaz az erő, mint a Jobbiké volt, de mégiscsak, ahogy fogalmaztam, egy új centrális erőtérben az ellenzéktől nagyobb távolságra lévő, mint a kormányoldaltól lévő távolságra, tehát nagyobb távolságra az ellenzéktől, mint a kormányoldaltól elfoglalt pozíció, amiben persze fontos a kettős megkülönböződés szerintem a Mi Hazánknak, tehát a Mi Hazánknak a Fidesztől is meg kell különböződnie, mert különben nagy valószínűséggel nem fogja tudni ezt a pozícióját már 24-re az európai parlamenti választásra sem megtartani. Én nem azzal számolok, hogy a Mi Hazánk az a Fidesz-szel fog együttműködni, de hogy esetleg fontos kérdésekben lehet a Fidesznek egy lehetséges tárgyalópartnere, azt biztosra veszem, vagy azt nagy valószínűséggel gondolom. Összességében a Mi Hazánk számára az a kérdés, hogy ez a harmadik erőpozíció, vagy ez a két nagy párt, vagy két nagy oldal melletti pozíció, ez mit jelent, de azt ne felejtsük el, hogy ennek a választásnak ellenzéki oldalon egy győztese lehet ez a Mi Hazánk. A többi ellenzéki pártot ez nagy valószínűséggel hosszabb, rövidebb ideig komoly válságba fogja sodorni, tehát most eljöhet a Mi Hazánk ideje az ellenzéki, tehát a parlamenti politizálásban is, és ennek nyilván nem az az útja, hogy mindenben a Fideszt fogja támogatni, hanem megpróbálja kijelölni azokat a pontokat, amelyekben eltér tőle, sőt azt gondolom, hogy jobbról fogja támadni a Fidesz számos kérdésben, vagy radikális jobboldali irányból fogja támadni, ami lehet kellemetlen is a Fidesznek, nem csak kedvező, de lehet kellemetlen is. Ugye az ellenzéki pártokon belül viszont egy olyan rendeződést azért lehet látni, hogy ugye a DK-nak még 18-ban a legkisebb frakciója lett, most a DK mondjuk ahhoz képest megerősödik, tehát ilyen minimális mozgásokról lehet talán beszámolni. Mi az, amit mondjuk ebből érdemes kiemelni ön szerint? Hát egyrészt az, hogyha ez így marad, akkor az előzetes számítások sem válnak teljesen igazzá. Előzetesen mindenki azt mondta, hogy akár nyer, akár veszít az ellenzék, a DK ennek nyertese lesz, de hát most olyan minimális
egyéni választókerületi mandátumszerzésről beszélünk, és olyan kevés listás mandátumról, hogy az a különbség, amit gondoltunk a DK és a többi ellenzéki párt között, az nem fog megvalósulni. Ugye itt valójában csak a budapesti mandátumok elosztásáról beszélünk az egyéni választókörzetben, egyéni választókerületekben, ott a hagyományos baloldal vagy az MSZP az legalább olyan jó pozíciókkal rendelkezik, mint a DK, és a DK a listás mandátumokból nem fogja tudni kihozni azt, amit szeretett volna, ezért azt gondolom, hogy szinte csak vesztesei lesznek, sőt, szinte nélkül csak vesztesei lesznek az ellenzéki oldalon ennek a helyzetnek. Ott fog ülni a parlamentben 6 párt, amelyik mindegyike sokkal rosszabbul szerepel, vagy jön ki ebből a helyzetből, mint amit gondolt volna, még azok is, akikben van politikai potenciál, mint a DK. Ugye ez egy nagyon érdekes, tanulságos helyzet lehet, hogy ebből hogyan fogják tudni összeszedni magukat, vagy milyen irányokba indulnak el. Ugye az ellenzék számára a kulcskérdés, hogy integráció vagy dezintegráció. A 2024-es európai parlamenti választás lehet a következő megmérettetés 2 év múlva. Annak ugye nincs ilyen integrációs kényszere, tehát ott a pártok el tudnak külön indulni. Nem tudjuk azt, hogy ez az ellenzéki kudarc, ez nem indít el új politikai erők megjelenése irányába valamilyen mozgalmat az ellenzéki oldalon, hogy az ellenzéki szavazók egyáltalán hogyan fognak erre a helyzetre reagálni. Szóval rögzítsük, ez olyan brutális csalódás ellenzéki oldalon, aminek a fő bűnösei az ellenzéki szavazók szemében minden bizonnyal maguk az ellenzéki pártok lesznek. Tehát az ellenzéknek először a saját szavazói csalódottságát és haragját kell majd valahogy semlegesíteni. Ez egy hosszú, nehéz folyamat lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy fájdalmasabb vereség az ellenzéknek, mint bármelyik másik. Eddigi volt 2010 óta, és mint ilyennek nagyon hosszú lehet az árnyéka. Az ellenzéki eredmény váron tartózkodó kollégáink szerint Márki-Zay Péter egy 5-10 percen belül tartja meg értékelő beszédét, de addig nagyon röviden bekapcsoljuk a kétfarkú kutya pártnál tartózkodó Csatári Flóra kollégánkat. Szia, Flóra! Sziasztok! Remélem, hogy hallotok. Én a kétfarkú kutya pártnak az eredményvárójában vagyok, ahol az este nagy része az elég jó hangulatban telt, de azért amióta megértek az eredmények, azóta főleg itt a külső részén a bulinak kevésbé van buli hangulat. Nem olyan régen Kovács Gergő pártelnök már nyilatkozott, ő többek között arról beszélt, hogy Márki-Zay Péternek szerinte el kellene tűnnie a politikából, hogyha jót szeretne Magyarországnak, de vállalta a felelősséget a saját pártja sikertelenségéért. Amikor megkérdezték arról, hogy tervezi-e beadni a lemondását, akkor visszakérdezett, hogy mennyi pénzt fizetnének érte. Nagyjából ilyen most itt a hangulat. Köszönjük szépen, hogy bekapcsolódtál, Flóra. És amíg várjuk még Márki-Zay Péter értékelő beszédét, egy picit beszélgessünk a kutyapártról, mert nagyon sok szó esett az utóbbi időszakban róluk, illetve azzal kapcsolatosan, hogy mennyire vettek el az ellenzéki tömbtől értékes szavazatokat. Utólag most, vagy a mostani 81%-os feldolgozottság alapján az eredményeket értékelve, így visszamenőlegesen mit gondol erről? Hát az, hogy több mint 3%-nyi szavazat esett a kutyapártra, vagy jelenleg a nevük mögött ennyi szerepel, az nyilván az ellenzéktől hiányzik. Csak a kérdés az, és most már szerintem a ma este tanulsága fényében, vagy a ma este fényében lehet azt mondani, hogy valószínűleg ezek a szavazók, ha a kutyapárt együtt indul az ellenzékkel, ezek elvesztek volna az ellenzéki együttműködés számlájáról. Tehát azt gondolom, hogy a kutyapárt a legtöbbet megtette, amit tehetett ebben a kampányban, nem kampányolt. Tehát szemben a Mi Hazánkkal, amely nagyon aktív volt politikailag és utcai jelenlétet illetően, reklámokat illetően is, hát a kétfarkú kutyapárt szinte semmit nem csinált az egész kampányban, és még így is nagyon sok embernek egyfajta kimenekülést jelentett a jelenlétük. Összességében egyébként ez a kutyapártra is igaz, a Mi Hazánkra is igaz, és az ellenzék gyenge szereplésére, hogy az látszik, hogy ez a megoldás, amit az ellenzék kínált, ez egyszerűen minden Orbán Viktorral, vagy a kormányával és a rendszerével szembeni protest érzelem ellenére sem volt nagyon sok embernek választható alternatíva. Szerintem egyszerűen ezt kell megállapítanunk, hogy önmagában ez a konstrukció, ami papíron tényleg egy jól működő konstrukciónak látszott,
kockás füzetben össze lehet, ha össze lehetett volna adni a 18-as szavazatokat, akkor akár győzelemre is vezethette volna az ellenzéket. Valójában vagy rosszul sikerült konstrukció volt, vagy egyszerűen lehetetlen feladatra vállalkozott, és ezek a szavazatok nem összeadhatóak. Ugye nem sokára fog beszélni majd az ellenzéki miniszterelnök jelölt, Márki-Zay Péter. Az országos eredményeken túl beszélhetnénk egy kicsit az ő választó kerületéről, ami hát abból a szempontból izgalmas. Ugye itt egyrészt volt egy nyilatkozata Lázár Jánosnak a napokban, amikor ő azt mondta, hogy vasárnap este 10 órára Márki-Zay Péter politikai hulla lesz, amire hát azt is lehetett gondolni, hogy ez egy rendkívül elhamarkodott, és nyilatkozott annak fényében, hogy milyen sikereket aratott Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyén. Másrészt, hogy minek köszönhető ön szerint, hogy annak ellenére, hogy a Márki-Zay nagyon sokat kampányolt ugye a választókerületében, Lázár János pozíciói pedig ugye az országos politikában jelentősen meggyengültek az elmúlt 4 évben, és nem látszott, hogy ő például Hódmezővásárhelyen a Tremtrénen túl mivel kampányol, ahhoz képest azért ez a 13%-os különbség, ez elég meglepő. Mi az, ami neki ez köszönhető szerint? Hát szerintem leginkább a fundamentumoknak, tehát 4 évvel ezelőtt Lázár János a körzetben 29.500 valamennyi szavazatot kapott most, ha jól látom, vagy néztem az előbb, 27.764-nél áll 98%-os feldolgozottságnál, tehát még valamennyit veszített is 4 évvel ezelőtthöz képest, de szerintem ezt azt kell mondani, hogy hozta a 4 évvel ezelőtti szavazatszámát. Ez volt a papírforma. Összességében persze nagynak látszik a különbség, hiszen Márki-Zay Péter 21.000 szavazattal áll, de egyszerűen azt lehet látni, hogy a 4 év alatt vagy nem sikerült módosítani ezeken az erőviszonyokon, és Márki-Zay Péternek az indulása sem hozott semmilyen változást, sőt, ugye itt a körzetben egy Mi Hazánkos jelölt 5% fölötti eredménnyel áll. Tehát megint ugyanott vagyunk, hogyha összeadjuk a kormánypárti meg az ellenzéki szavazatokat, pontosabban az ellenzéki pártokra leadott 4 évvel ezelőtti szavazatokat, akkor nagyjából ugyanaz a kép, csak hogy a Mi Hazánk az nyilvánvalóan most külön indult, illetve hát elvitte azokat a jobbikos szavazatokat. Egyébként nyilván vele együtt sem lett volna meg a győzelem, ahogy ez várható is volt. Tehát egyszerűen Márki-Zay Péter nem tett hozzá annyit, sőt, semmit. Elnézést, Gábor, hogy megszakítom, csak most kaptuk a hírt, hogy Márki-Zay Péter már a színpadon van az ellenzéki eredményváron, úgyhogy és hamarosan be fogjuk tudni adni ide az élőadásba. Egyelőre még csak őt is felkonferálják az ellenzéki eredményváró színpadján. Kitartóan várjuk, és mutatjuk is, akkor bekapcsoljuk őket. És a világ minden részén élő magyart. Egy fantasztikus 1 éven vagyunk túl. Az előválasztáson az Egységben Magyarországért pártjai és a civilek bemutatták azt, hogy össze tudnak fogni, és ez az összefogás, ez kitart hóban, fagyban, esőben, a legrosszabb körülmények között is. Bebizonyítottuk azt, hogy összefogva erősebbek vagyunk. Ennek az összefogásnak pedig a vezetője Márki-Zay Péter. Szervusztok, tiszteltem, jó estét mindenkinek! Először is ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. Ezen nincs mit szépíteni. Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen küzdelem lesz. Előre elmondtuk, igen, csaltak is, de előre elmondtuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy nincs Magyarországon demokrácia, hogy átalakították a rendszert, a körzethatárokat, és hát valljuk be, hogy Hadházi Ákosnak volt leginkább igaza, amikor azt mondta, hogy amennyiben a tömegtájékoztatáson nem tudunk változtatni, amennyiben az emberek jelentős részét csak az agymosás, a propaganda éri el,
akkor ezt a rendszert nehéz vagy lehetetlen lesz leváltani. Azt kell mondjam, hogy Hatházi Ákosnak volt igaza. Egyébként gratulálok Hatházi Ákosnak a körzetéhez. Nem azért, hogy igaza volt, azért is. Elismerjük tehát a Fidesz győzelmét, tudjuk azt, hogy egy ilyen rendszerben bármilyen választási rendszer lett volna, bármilyen választási matematika lett volna a Fidesznek, ez egy erős győzelme lett volna, sőt kétharmados győzelme lett volna. Tehát először is elismerjük, hogy ebben a rendszerben a Fidesz bő, óriási többségét megszervezte a szavazatoknak. Nem vitatjuk tehát azt, hogy a Fidesz ezt a választást megnyerte. Azt, hogy ez a választás demokratikus és szabad lett volna, azt természetesen továbbra is vitatjuk. Ebben a rendszerben győzött a Fidesz. Nos, hazugságokkal, gyűlöletkampányokkal és a másik fél elhallgattatásával, azzal, hogy egy vitára nem álltak ki, hogy nem engedtek be a köztévébe, hogy hátunk mögött hazudoztak, hogy 13-szor annyi plakáton ontották a hazugságot, mint amennyi nekünk lett volna elmondani az igazságot. Nyilvánvalóan egy egyenlőtlen és esélytelen küzdelem volt, mégis belevágtunk. Vállaltuk, mert bíztunk. Bíztunk abban, hogy egy 4 éves küzdelem most eredményt fog érni, és a mai napon még ilyen egyenlőtlen feltételekkel, összekötött lábbal, lándzsával a hátunkban, megsebesítve, kigúnyolva is meg tudjuk nyerni ezt a választást. Nem így történt. A történelem tanúsága az, hogy nem csak Milosevic volt minden másnál népszerűbb, amikor éppen a NATO bombázta Jugoszláviát, Szerbiát, hanem valószínűleg Hitler is kétharmados többséget kapott volna az oroszok által immár körbekerített Berlinben 1945 áprilisában. Tudomásul kell vennünk, hogy a propaganda az, amely megnyerte ezt a választást a Fidesznek, nem a tisztesség és nem a becsület. Egy vigaszunk volt, hogyha bárki megnézte Orbán Viktor arcát a ma reggeli nyilatkozatkor, vagy a választási hajrában, amikor nem mert kiállni, nem csak egy vitára, de még a sajátjai elé sem. Legfeljebb egy kis székre állva, zárt körű megbeszéléseken, találkozókon. Egy csöpetnyi vigaszt adott nekünk, hogy még egy ilyen rendszerben is. Legalábbis félt. Orbán Viktor félt. Orbán Viktor rettegett attól, hogy elveszíteti a hatalmát. 4 év alatt ez jutott nekünk, egy Orbán Viktori sajtótájékoztató a mai reggelen. Nos, ebben a rendszerben úgy gondolom, hogy ezt lehetett elérni, mi mindent megtettünk. 4 éve én az életemet rátettem arra, hogy ezt a rendszert lebontsuk, és úgy gondoltuk, hogy megtettünk mindent. Volt összefogás, volt egy kiváló program, amely az emberek nagyon széles többségének egy sokkal jobb, szebb, szabadabb Magyarországot kínált volna, mint amit Orbán Viktortól fogunk kapni most mindannyian természetesen. Tudjuk ezt. De most mégis mindenkit arra bíztatok, mert én is természetesen találkozok olyanokkal, akik most könnyes szemmel, akár a saját családom is természetesen, könnyes szemmel azt fontolgatják, hogy összepakolnak és elhagyják ezt az országot. Úgyhogy ezért szeretném azt mondani, hogy először is mindenki nyugodjon meg. Én is most haza fogok menni, és 1 év után először kialszom magamat, hazamegyek, megcsóklászom a gyermekeimet. Megcsóklászom a gyermekeimet, találkozok újra a barátaimmal, beszélgetni fogunk, szeretjük egymást, együtt leszünk, esetleg sütögetünk, megiszunk 1-2 pohár bort. Úgyhogy most mindenkinek azt kérem, hogy nyugodjunk meg, menjünk haza, szeressük egymást. Ezt kívánom mindegyiknek, és aludjuk ki magunkat. Egy józan döntést kell hoznunk ebben a helyzetben. Legfontosabb, hogy tiszta lelkiismerettel állunk most nem csak a magyar nemzet ítélőszéke előtt, de ami nekem még fontosabb, a Jóisten előtt. Mi tiszta lelkiismerettel mondjuk azt, hogy mindent megtettünk az elmúlt 1 évben és az elmúlt 4 évben, és én ezt köszönöm mindenkinek.
nagyon megható pillanatok voltak a kampány során az elmúlt egy évben. Fárasztó volt, de megérte. Rendkívül tehetséges, szorgalmas, becsületes, tisztességes emberekkel dolgozhattam együtt. A mai napon találkoztam Békés Csabán valakivel, aki még a nagyapámmal együtt dolgozott a vízügynél, és nagyon-nagyon megható volt nekem emlékezni arra az emberre, a nagyapámra, aki annak idején 1945-ben, amikor az előző rendszerben vállalt vezető beosztása miatt kirúgták az állásából, internálták, és ő maradt. 1945 után elvették az állását, ezért két lovat vett, és kocsis lett. Államosították a két lovát. Ezt tessék elképzelni. És onnantól kezdve Belspett kocsis volt. És ott dolgozott, és nevelte a gyermekeit Gyulán, vidéki Magyarországon. És aztán később, nagyon sokáig, hát 80 éves koráig élt, 93-ban halt meg, nagyon sokat mesélt nekem, nagyon sokat tanultam tőle. És aztán később, amikor 5 évet Észak-Amerikában töltöttem, találkoztam egy unokatestvérével, Biri nénével, aki 45-ben ugyanakkor, amikor egy döntést hozott a nagyapám, hogy marad, ő úgy döntött, hogy elmegy. Kiment Amerikába, kiment Clevelandbe, volt Minnesotában, 5 gyermeket nevelt ott fel. 2000-es évek elején nagyon sokat beszélgettünk, videóra vettem az emlékeit, és tudjátok mit? Én, amikor megnéztem ennek a két embernek az életútját, azt mondtam, hogy a helyes döntést a nagyapám hozta. Ő itt, Magyarországon, a kommunizmus alatt, amikor államosították a lovait, és elvették mindenét, és újra kellett járni az egyetemet, hogy kaphasson egy tisztviselőállást később időskorára, de itt nevelte Magyarországon a gyerekeit magyarnak. Míg egy kivándorló, egy másik országban, sok nehézség közepette, amit én is megtapasztaltam odakint. És nem az anyagi jólétről van szó elsősorban, az elismerésről, arról, hogy mi hol vagyunk otthon, hol vannak a barátaink, hol vannak a szüleink. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nagyapám példáját fogom követni, és bár most mindenkiben, minden józan magyarban megfontol az, hogy megfontolás tárgya lehet az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor sajnos azt látjuk, hogy hazánk nem a jó úton megy, nem a mi általunk elképzelt úton megy mindenképpen. Hogy ebben a helyzetben hogy döntünk? Én azért kértem, hogy jöjjön ide a családom. Itt áll az én 7 gyermekem. Mi maradunk! Mi itt maradunk veletek! És nem csak, hogy itt maradunk, hanem veletek vagyunk. Tudjuk azt, hogy ahogy eddig kirúgások, lehallgatások, hátrányos megkülönböztetés érte azokat a hősöket, akik a becsületüket követték, a lelkiismeretüket követték. Én nem csak itt maradok, de veletek vagyok, ki fogunk állni mindenki mellett a jövőben is. Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit lelkiismeretünk és hazaszeretetünk diktál. Mi itt maradunk és küzdünk együtt tovább. Ahogy mondtam nektek az elmúlt időszakban is, mi, akik megfogtuk egymás kezét, ne engedjük el. Felelősek vagyunk minden magyarért, minden tisztességes, becsületes emberért. Azok, akik most együtt küzdöttek, az a sok tízezer ember, akinek a reményeit összetörte ez a mai választási eredmény, mégsem küzdött hiába. Higgyétek el nekem, hogy mi, akik egymás mellett fölépítettünk egy csodálatos közösséget, egy olyan közösséget, akit még propagandával sem lehet megvenni, akinek a haza nem eladó, akinek a tolvaj tolvaj, a tisztességes ember tisztességes ember. Ezt a közösséget fogjuk megtartani és tovább építeni. Több tízezer ember és 106 hős. 106 hős mellett kell most kiállnunk, 106 olyan ember mellett, akik vállalták ezt a küzdelmet mindannyiunkért, és akik, higgyétek el, most ugyanúgy össze vannak törve, mint bármelyikünk. Tudjuk, hogy mindannyian mást reméltük. Tudtuk, hogy nehéz lesz a küzdelem, tudtuk, hogy egyenlőtlen, de nem gondoltuk, hogy ennyire ebbe az irányba fog menni Magyarország, és ennyire meg lehet vezetni az embereket. Mi nagyon szomorúak vagyunk emiatt, de nem fogjuk feladni a küzdelmet. És hogyha a jövőben a cigányságot, a melegeket, a baloldaliakat, a zsidókat, a keresztényeket, minden tiszteletes, minden tisztelet
azoknak az embereknek, akik mertek valódi keresztények lenni és felszólalni a lopás ellen, felszólalni a gazemberség, felszólalni a gyilkosság ellen. Bárkit, akit üldözni fognak ebben az országban, mi kiállunk mellettük. Ott leszünk a hatalom sarkában. Meg kell védenünk őket is. Úgyhogy mi maradunk, mit leszünk ebben az országban, és kiállunk egymás mellett, megfogtuk egymás kezét, és nem engedjük el. Nehéz idők jönnek. Nehéz idők jöttek volna, akárki nyerte volna ezt a választást. Tudjuk, hogy mindig mi leszünk a hibásak. Tudjuk, hogy mindig lesznek bűnbakok. És tudjuk, hogy azok mindig mi leszünk. Ezért még nagyobb szükség van arra, hogy most ne engedjük el egymás kezét. Nehéz idők jönnek, de bennünket, és most elnézést kérek nem keresztény testvéreinktől, de bennünket, keresztényeket mégiscsak egy olyan Isten tanított, aki azt tanította nekünk, hogy boldogok azok, akik üldöztetést szenvednek az igazságért. Mert övék a mennyek országa, és övék a valódi Magyarország is. Higgyétek el nekem, hogy miénk ez az ország, hogy ezt nem kell és nem is fogjuk feladni. Itt leszünk és megfogtuk egymás kezét, együtt fogunk küzdeni. Igen, Jézus Krisztusnak még egy szavát hadd idézzem nektek. Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Higgyétek el, hogy attól, hogy a számok nem ezt mutatják ma este, nektek volt igazatok. Nektek, akik úgy gondoltátok, hogy a becsület mindennél többet ér. Nektek, aki úgy gondoltátok, hogy Szent István óta Magyarország helye a nyugaton van. Nektek, akik úgy gondoltátok, hogy tisztességes embereket kell küldeni a parlamentbe, és a bűnözőket igenis el kell számoltatni, és nem csak a jó Isten ítélőszéke előtt, hanem lehetőleg már sokkal korábban. Nektek volt igazatok, és én azt gondolom, hogy mi vissza fogjuk adni ennek a hazának a tisztességét, a becsületét. Mi ellenzékből is meg tudjuk mutatni, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Be kell bizonyítsuk a világ színe előtt, hogy bár a számszerű többség ma Orbán Viktor oldalán van, de a becsület és a tisztesség nem veszett ki Magyarországon. Hogy mi továbbra is tudjuk, hogy nekünk nem kell egyenlő távolságot tartani a gyilkostól és az áldozattól. Mi továbbra is valljuk, hittel valljuk azt, hogy valaki, aki közszerepet vállal, az nem azért vállalja és nem azért kapja a megbízatást, hogy saját maga gazdagodjon, hanem hogy a közösséget szolgálja, hogy az emberek, a magyarok teljes közösségét szolgálja, azokat is, akik nem rászavaztak. Mi egy ilyen tisztességes Magyarországban hiszünk, és ezt a hitünket és ezt a küzdelmünket nem adhatjuk fel soha. És végezetül én azzal köszönöm meg mindenkinek a munkáját, aki ebben a küzdelemben, az elmúlt 4 évben, és különösen is az elmúlt 1 évben társam volt, barátom volt, testvérem volt. Ez a 106 hős, ezek az összefogott pártok, azoknak a politikusai, azok az aktivisták, akik járták az országot, az a 27 ezer ember, aki jelentkezett szavazatszámlálónak ma reggel 5 órától késő estig, egészen a csalódásig, a szomorúságig. Ezek az emberek küzdöttek. Küzdöttek valamiért, amit mi nem adhatunk föl. Semmi ára nem adhatjuk föl. A mi feladatunk az volt, hogy mindent megtegyünk. Azzal a tiszta lelkiismerettel térek haza otthonomba, Hódmezővásárhelyre, hogy mi mindent megtettünk. És én mindenkinek, aki az elmúlt 4 évben ebben ennek a küzdelemnek a részese volt, ezt szeretném megköszönni. Megköszönöm mindenkinek, aki részt vett a mai választáson szavazatával, aktivista munkájával, idejével, energiájával támogatta egy tisztességes, becsületes Magyarországot. És természetesen nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akiket nem tudtunk meggyőzni, akiket nem tudtunk megnyerni. Ők is a magyar testvéreink. Őket is ugyanúgy szeretjük és imádkozunk, mert higgyétek el, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mi azonban továbbra is ki fogunk állni egymásért, megköszönjük egymásnak a munkát, és nem engedjük el egymás kezét. Mi itt maradunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy küzdöttetek, és ne adjátok fel! Köszönöm szépen!
a Magyarországot, és köszönöm nektek. Köszönöm szépen. Ismét itt vagyunk a stúdióban. Márki-Zay Péter beszédét hallhattuk az elmúlt percekben. Török Gáborhoz fordulnék két kérdés egy csokorban feltéve, hogy mit szól a színpadképhez, mit árul el az a mostani ellenzéki felállásról, hogy Márki-Zay Péter mögött ugye nem láttunk ellenzéki politikusokat, hanem a családja állt mögötte. És a másik része a kérdésnek, hogy milyen politikai jövőt jósol talán, hogyha lehet így mondani Márki-Zay Péternek. Hát az egész performance olyan volt, mint az egész kampány, tehát magára hagyatottan, elszabadultan beszélt a miniszterelnök jelölt. Én nem azt gondolom, hogy ez most kezdődött ma este, hogy mögüle hátráltak az ellenzéki pártelnökök. Valójában a kampány is egy egyszemélyes show volt több tekintetben, amelyben úgy igazán az az egység, ami papíron létrejött, kevésbé volt látható. Egyébként, hogyha a Márki-Zay Péter úgy gondolja, hogy ez az ő személyes érdeme, ez a közel 40%-os vagy 35-40%-os eredmény, akkor az persze egy óriási teljesítmény, de hát itt azért mégis a 6 politikai erőnek kellett volna összetennie azt, ami korábban volt, és láthatóan ez nem sikerült teljesítményben sem, és szavazatokban sem. Jó. Szóval... Bocsánat, közben kijött a színpadra ismét Márki-Zay Péter két politikussal, ezt csak meg akarjuk mutatni, hogy mi történik, mert hogy úgy tűnik, hogy van valamilyen folytatás az ottani történéseknek. Én azt gondolom, hogy a ma este az nem, ezek után már nem arról szól, hogy most megmondjuk itt a tutit, sokkal inkább arról, hogy engedjétek ki ezt a dühöt, engedjétek ki azt, amit éreztek, hiszen ezek az érzések rohadt fontosak. Rohadt fontosak, mert ebből lehet táplálkozni. Ugyanis én azt gondolom, hogy túlságosan fiatalok vagyunk ahhoz, hogy engedjük, hogy kilopják a jövőnket. Sokkal nagyobb a felelősségünk most, mint akár tegnap vagy egy hónappal ezelőtt. Most nem szabad feladnotok! Az biztos, hogy holnap hideg fejjel újra át fogjuk gondolni. Én át fogom, és újra neki fogok ennek indulni. Én arra kérlek titeket, hogy gyertek velünk. Gyertek velem, csináljuk meg, mert hogy olyan dolgok jönnek most, amit senki nem fog tudni se egyedül, se talán közösségileg elviselni. Bármit hazudnak, elviselhetetlen időszakok jönnek. És nekünk ez a jövőnk. Hagyjuk, hogy tovább kilopják a jövőnket, vagy tovább küzdünk azért, hogy mentsük, ami még menthető belőle. Mert előbb-utóbb minden rendszer összeomlik, és csak rajtatok múlik, hogy tovább harcoljuk ezt. Gyertek velünk! Kedves barátaim, ha ma este úgy alakult volna, hogy reméltük, akkor most sokkal többen lennék ezen a színpadon. De szerintem az egyedüli lehetséges és tisztességes dolog, hogy itt vagyunk, miközben én sem ezt az eredményt reméltem. És nem csak, hogy itt vagyunk, hanem hogy itt is maradunk, és amit elkezdtünk közösen csinálni, azt végig kell csinálnunk. Küzdenünk kell, tudva azt, hogy a magyar történelemben mindig voltak zsákutcák, amikor valójában hátrafelé mentünk a történelemben, és úgy tűnik, hogy ma nem tudtuk meggyőzni a honfitársaink többségét arról, hogy nem arra van az előre, ahova mutogat a kormány oldal. Ezzel együtt is nekünk nincs más utunk, mint amit elkezdtünk. Nincs más teendőnk, mint amit elkezdtünk, csak be kell fejeznünk. És ha már megfogtuk egymás kezét, és léptünk egymás felé, akkor ezt tovább kell vinnünk. És meg kell őriznünk még azt a hazánkból, ami még megmaradt. És azért nagyon sok minden maradt meg. Becsüljük meg azt, hogy van még a nemzetnek egy fővárosa, amely még mindig a szabadság szigete ebben a hazában. És bár én azt szeretném, hogyha mindenhol az emberek mernének és tudnának szabadon gondolkodni, mint ahogy Budapesten talán ezt megtehetik,
de úgy tűnik, hogy ma este ez a nemzet fővárosára maradt, hogy vigye tovább a szabadság és a szolidaritás zászlaját, és ezt a zászlót visszük tovább. Visszük tovább minden magyar településre, de hál' Istennek van még egy város, ahol továbbra is lobog a szabadság zászlaja. Egyszer nagyon szépen köszönöm ennek a kitartó magnak, akik itt vagytok. Kérem, hogy ne engedjétek el egymás kezét lélekben, ahogy itt megfogtuk. Küzdjünk tovább. Itt maradunk. Nem engedjük a hazánkat. A tisztesség és a becsület többet ér. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Pihenjétek ki magatokat. Pihenjétek ki magatokat. És köszönjük azt a fantasztikus munkát. Annak a sok tízezer... sok százezer embernek, több mint 1 millió szavazónak köszönjük a bizalmat és a támogatást. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Isten óvja Magyarországot. Köszönöm. Tehát közben annyi változás történt, hogy mégiscsak felment két ellenzéki vezetőpolitikus Márki-Zay Péterrel a színpadra, úgyhogy a nyilván, amit az előbb elmondott azzal kapcsolatban, hogy egy elég ilyen one man show volt, most két ember volt ott mellette, tehát az az egység, amikor mondjuk 160 álltak a színpadon, ellenzéki jelöltek, az nem látszott, de nem is ebbe az irányba vinném el most már a műsornak a lezárását, hanem a második fele az előző kérdésnek, hogy milyen politikai jövőt lát Márki-Zay Péternél, tehát hogy elvesztette az egyéni választókerületét, ugye listán ő beülhet a parlamentbe, mit gondol erről? Egyébként szerintem ez a két beszéd, ami kiegészítette Márki-Zay Péter beszédét, az már pont a 2022 utáni ellenzéki politikát mutatta. Tehát mind a két megszólaló azt gondolom, hogy már az új stratégiája jegyében próbált beszélni. Momentum nyilván megpróbálja kihozni ebből a lehető legtöbbet ebből a helyzetből, és Karácsony Gergely megpróbálta a saját fővárosi politikájára irányítani a figyelmet. Márki-Zay Péter előtt szerintem egy nagy dilemma áll most, mert abban az esetben, hogyha az országos politikába lép be, akkor Hódmezővásárhely is nagy valószínűséggel hamarosan el fog esni, hiszen ugye, hogyha most ő a parlamenti mandátumot választja, akkor nagyjából az őszig ott időközi választást kell tartani, polgármester választást. Ilyen előzmények után én nem nagyon hiszem, hogy ott komoly esélye lenne az ellenzéknek egy ilyen választást követően. Tehát ez egy komoly megfontolás szerintem az ő részéről, de én az eddigi nyilatkozatait olvasva inkább azt feltételezem, hogy ő az országos politikában látja a jövőjét, de azért erről nem beszéltünk, de nyilvánvalóan az ellenzéki közvélemény és az ellenzéki pártok számára ennek a választásnak az egyik bűnbakja az bizonyára majd a miniszterelnök jelölt lesz. Tehát neki ezzel majd meg kell küzdeni. Ugyanakkor annyi ismertséget, meg szerintem politikai reputációt, meg tábort is szerzett magának, hogy arra nyilván lehet esélye, hogy egy kisebb politikai párt élén, vagy egy kisebb politikai pártban politizáljon. Ugye jelenlegi állás szerint ő neki a Párbeszéd parlamenti frakciójába kellene beülnie. Nem tudom, hogy ez ebben a formában hogy fog így megvalósulni. Szóval én nem látom olyan nagyon prosperálónak, vagy lehetőségekkel telének az ő politikai jövőjét. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy törés lesz az ő politikai karrierjében. Hát nagyon köszönjük Török Gábornak, az ELTE docensének, hogy velünk volt egész délután, és holnap is tervezzük, hogy műsort tartunk, élőadást a Telexen, és szeretnénk megköszönni nézőinknek, hogy velünk voltak, illetve támogatóinknak is, ugyanis a Telex nagymértékben olvasói támogatásokból létezik. Mi nagyon hiszünk abban, hogy minden erős demokráciában nagyon-nagyon fontos szerepe van a szabad sajtónak. A mi esetünkben itt a támogatások tekintetében kulcsfontosságú, hogy velünk maradjanak. Köszönjük szépen még egyszer a mai figyelmet. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánunk! Viszlát! Thank you.